Üdvözlöm minden kedves nézőimet! Ez a Call of Duty Ghost végigjátszásának legelső része. Hát hétfőn este jött ki a játék, én azóta elkezdtem letölteni. Hát ilyen körülbelül 300 meg 600 megákkal jött egyszer-egyszer. Hát az alatt sikerült leszedni most. Körülbelül most szedtem le. Hát előtte közben voltak megszakítások, szóval nem teljes mértékben most szedtem le. Na, az legelső dolog, ami nagyon nagy dolog, hogy innentől most már kampány és multiplayert egy exével kell elindítani, szóval ez újítás a Call of Duty-nál, ami szerintem jó. A másik dolog, hogy baromi jól néz ki a menüje. Most nem arról beszélek, mert konkrétan semmivel nem jobb, mint a Call of Duty 4-jé. Ugyanúgy van egy ilyen kis mozgó háttér, zene, ugyanolyan gagyi levágásos menüpontok, meg hasonlít az egész. Viszont baromi jól össze van rakva. Szóval, megyünk a Company módba, Options, és már is leveszem a hangerőt, mert baromi hangos. Szóval, így talán most már fogom hallani, amit mondok, mármint amit mondanék. Ops. Nope. A grafikai beállításokat már elvégeztem, ezt mindig így szoktam. Hát próbáltam mindent maximumra húzni már, amennyire itt értelmezhető volt a maximum, mert itt azért inkább a nagyon sok dolognál a yes, no, meg ilyesmi van. Szóval a Battlefieldnél jobban tetszik, hogy rámegyek, hogy ultra, és mindent ultrára állít. Szóval tetszetős a menü rendszere, én úgy gondolom, hogy elég modern a dolog. Na jó, hát én nem is szaporítom tovább a szót. Company New Game. Szerintem már is elkezdhetem a játékot. Szóval New Game. What the fuck? Jó, hát igen, automatán el fogom, de hát én reguláron nyomom. Na, visszatértünk a betöltőcsíkhoz. Hát ennek nagyon örülök. Két dolog miatt, mert tudom, hogy mikor lesz mapváltás, meg tudom, hogy mikor fog betölteni. Na már most én néztem róla Valtrűt, vagy mit Valtrűt, hogy szokták ezt nevezni. Na mindegy, az a lényeg, hogy azt adott, hogy milyen missziók vannak benne. Szóval... Néztem róla. Melyen lépjük tovább. Tetszetős. Lényegtelen, nem kapcsoltam be feliratot, ha... Hát, hogy ez kicsit gáz. Aha, lesz kiírás. Szuper, kurva jó a kiírás, nagyon tetszik. Ó, egy gyönyörű szép erdőbe kezdünk. Hogy mondjam, megint ilyen 7 méteresnek érzem magam. De szoktam. Ugye a kamera magasság nem pontosan úgy van, ahogy kell. Hát, körülbelül fejmagasságban vagyunk. Jó, szuki. What the fuck? Milyen volt a jel? Ha, most már nem mutatja. Aha, hát normál Call of Duty is. Szóval valamerre elfutottak arra. What? Oké. Okay. Elvesztem a belsejébe, vagy mi a... Ja, rossz irányba jöttem, geci. Na, ez tetszik, hogy hogyha rossz irányba megyek, akkor... Az úgy nem, csak hogy az, hogy... Ó, kocsi, bazd meg. Inverse a mouse. Nem, csak rángatja helyettem a kamerát a játék. Ezt csináljuk a suliba is. Sprint, shift. Ó, megyek. Na, szóval igazándiból... Szóval kicsit szenvedős volt a letöltése a játéknak.
kurvára kevesen, tehát túl sokan akarták leszedni, és kevés volt hozzá képest a szídelő. De most, hogy így leszedtem, most már én is fogom szídelni. Hát jelen pillanatban nem, mert most játszok, és ahhoz kell, hogy fel tudjam menni a vinyó. Szóval nem szídelhetek. De utána majd tolom fölfelé, és őt le is veszem a torrentről a limitet, szóval 1,2 megával fogom visszaszídelni. Csak hogy kedves legyek. Nem amúgy, nem azért. Az kurva jó. Szóval legelső küldetésünkön van. Itt vagyok, baszod. Ja, nekem kell. Push! Szóval igazándiból baromi jól néz ki a játék menüje. 15 perccel ezelőtt. Vagy ezután, eközben. Ezt már a Battlefield is eljátszotta. És pont ugyanez volt ott is. Hú, de kurva jól néz ki. Azt a kurva, még órám is van, beszarsz. Gyönyörűen ki van dolgozva. Spéc. C-vel mit csinálok? C-vel megyek le. Love, Earth, Oribázis. Hú, bazd meg. Célpont esetleg. Ja, oda kéne fölmennünk. A ajtóhoz kell menni, értem már. Kurva szépen néz ki szerintem, baromi jó. Erre lövök közben a screenshotot. Várjál, melyik a screenshot lövöldöző? Csak azért, mert Iginél olyan szépen előttem a screenshotot, hogy a videót leállítottam, ahelyett, hogy screenshotot lőttem volna. Itt vagyok, baszod. Lefújnak ilyen fassággal. Űrben vagyunk, tehát kurva fontos. Jó, hát te tudsz kurva gyorsan mozogni, öcsém. Ezt azok mi a faszt kerestek itt, vagy what the fuck? Thinking fire. Itt le lehet venni valamelyik laptopot? Ó, faszt. Megyek már, csak lövök screenshotot. Ó, kaptam egy fegyvert. Na, kurva jó a húr, tetszik a húr, az jól néz ki. Game saved. Elhagytam a táramat és átment mindenen. Várjál, mert rőlőrem ez a kis geci. Adjál előszert. Merre kell mennem? Várjál. Megyek. Ó, de amúgy nem lehet sprintelni, te nyomor úr. Kurva nagyon mondja ez a sprint. Kurva jó, lövök itt is a screenshotot, csak nem látom a billentyűt, mert lövni kéne egy villanyt. Az meg föl kéne állni, azt az meg bonyolult az órós. Kurva jó. Jó, megyek már, ne izguljál. Lövöld az egy screenshotokat. Igazániból azért, hogy majd weboldalra fölrakassam, de... Anyádat, hát miért nem ezt mondod? Ezt mondom. Fuckát, úgy érzem, hogy ez gáz. Neki megyünk. Kapaszkodunk. Ez egy csaj!
Jó tudni. Aj, tök ilyen Dead Space érzésem van egy picit, pedig soha nem játszottam vele. Hát ez kurva jó. Komolyan mondom. Legalább jó helyre jövök, öcsém. Erre vagy. Ez meg. Eltűnt mellőlem ez a nyomorák, itt van. Mi ez a szutyó? Kábelbe kapaszkodott meg, honnan a faszomból láttam. És lelőttem a csajt! Objective complete. Betört a csajnak a kijelzőre. És megfulladt. De az obszidi, nem tudom mit csináltunk, de atmoszférával megyünk és bele fogunk dögleni. 100%. Ez való! Ez tetszik, ez tetszik. Ennyi. Ez úgy kellemes volt eddig. Műrös pálya. Azt a kutya! Azám baró! Kurva jól néz ki! Ember, ennyire mozdulatos cuccot! Crysis-ba láttam utoljára, öcsém! Ennyi egyszerre gyors, bazzeg, de jól néz ki az egész! Ember, nem már! Hát nem tudok futni, mert nyomi! Omi! Hát remélem erre kell, mert nem látok más kiutat. Hú, gyerek, ez szép, wow! Rohadtul tetszik, csak nem tudok benne futni. Rohadt jól szépen szarrá van maszkolva, az egész meg kurva jól néz ki. Jó, mondjuk egy első pályától el is várom, hogy a legjobb legyen, mert különben miért játszanám tovább, tehát ez így logikus. Hopp, ott volt egy kis grafikai bug. Jó, valószínű. Túl sok a jóból. Na, szokásos lassítás. Hát picit a csávót, azt lehetett volna a térdét jobban kidolgozni. Ilyen nagyon szögletes volt. De amúgy frankó, hogy a csávó az körülbelül onnan érkezett, ahol ez a hatalmas robbanás volt. Szóval ő tudott menni kocsival, egyértelműen logikus. Én is tudnék menni a kocsival. De érdekes, két helyszínen játszódott eddig a dolog, és nem volt betöltés, szóval ezt imádom a Call of Duty-ban, hogy dolgokat meg tud úgy csinálni, hogy nem kell hozzá neki betölteni. Jó, hát mondjuk nem, mint a más, nem. Ah, igen, és itt kapom meg a szuper logót. Amit most már szerintem le kéne, hogy töltsek, mert ez kurva jól néz ki. Nem baj, lövünk róla egy screenshotot. Most! Már halványodik, mindegy. Lényegtelen. Szóval lehet, hogy a következő mapjam. Köszönöm szépen a figyelmet, csöztök!